Hát ezt nem ragozom majd sokáig, a legnagyobb magyar művészek egyike következik. Kocsis Zoltán, 60 éves zongoraművész, karmester, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatója, kétszeres Kossuth díjas, Liszt díjas, érdemes és kiváló művész. Cannes-ban életműdíjat kapott. Alapítója a Budapesti Fesztivál zenekarnak, a világ legjelentősebb fesztiváljainak és zenekarainak sztárvendége. Magánéletéről ritkán nyilatkozik. A politikáról azt mondja, ha mindkét oldalról rángatják a szekeret, soha nem jut előre az ország. Jó estét, köszönöm, hogy eljöttél. Keresgéltem én mindenfélt, mi ismerjük egymást, de annyira nem, hogy nagyon sok mindent tudjak a magánéletedről. És én próbáltam keresni mindenfélét a magánéletedről, és semmifélét, szinte egy-két balhés ügy kapcsán. Látom, hogy ez egy családi műsor. Úgyhogy szevasz Viki, szevasz Krisztián, szevasz Rita, szevasz Márk, ha ugyan egyáltalán nézitek ilyen késői órában a tévét. Ők a család. Hát igen, ők a gyerekeim. Mesélj róluk, kérlek. Márk, akinek a másik neve András, nyelvész, kutatónyelvész, nem tudom hány nyelvet beszél, ezt ne kérdezd. Sokat. Általában a közép-ázsiai nyelvekkel foglalkozik, de legutoljára észt finn-ugrisztika szakon volt az egyetemen. Rita lányom, ő is beszél egy pár nyelvet, de ő romanisztikával foglalkozott Pécset, aztán kiment tanulni Madridba. Most jelenleg az IBM központban dolgozik, franciául beszél, azt hiszem jobban, de lehet, hogy spanyolul jobban beszél. Tehát ha Madridban van, talán már igen. Krisztián, 14 éves fiam, ő biztos, hogy zenész lesz, profi módon zongorázik már. Viktória lányom, hát azon kívül, hogy neki ajánlottam a legutóbbi Kis Karácsony című munkámat, ami az ismert dallamnak a feldolgozása volt. Őróla még nem lehet megállapítani, de az utóbbi időben saját erőből megtanult két Bartók gyermekeknek darabot, saját erejéből, és operaénekesnő akar lenni. De hát ő még kicsi. Hát igen, mondjuk ez 8 éves korban, hát kissé nagyvonalú dolog kijelenteni, de el tudom képzelni. Megvan a füle és a tehetsége. És a hangja is. Hát már amennyire egy gyerek angol megállapítható akarod, egyáltalán. Akarod, hogy a Krisztián fiad zongoraművész legyen? Tehát van ebben egy apai ambíció? Nem akarok semmit, mint ahogy az én szüleim se akartak. Jó, de te csoda gyerek voltál. De nem, tehát, hát bocsánat, ezt visszautasítom. Csoda gyerek nem voltam. Voltál, de a tizenéves korodban lehetett csoda tudni, hogy kevés volt, ilyen hogy volt. Egyáltalán nem züllöttem el, az volt a csoda. Hányszor akartad abba hagyni? Nevetni fogsz sokszor. Sokszor éreztem úgy, hogy ez túl nehéz nekem. És túl sok a munka, túlságosan szakirányultságú a munka, és ahhoz nekem nem fülött a fogam. Aztán bizonyos csalódások ráébresztettek arra, hogy ez gyakorlás nélkül nem megy. És ezt hogy fogadtad el? Mert ugye pont ez volt a nehéz benne ezek szerint, hogy le kell ülni akkor, és amikor mindenki jól érzi magát, akkor te leülsz és gyakorolsz, bár nincs kedved. Nem azt ez mondom, 14 évesen elég súlyos. Nem azt mondom, volt gyerekkorom, szóval azért mentem én a térre, meg azért csoda, hogy nem züllöttem el, mert azért elég kétes alakok társaságában. Az igaz, hogy te azért elég jelentős csibész voltál gyerekkorodban? Tehát a balhéban benne voltál, volt, ha volt balhé? Hát volt olyan, hogy fél évben egyes volt a magatartásom, és akkor az aztán kettesre változott az év végén. Szóval volt ilyen. Javítottál. Javított. Nem is lehet egyes magatartás. 100%-kal javította. Hát és a lányok, mert ugye azt is mesélték Hajdanában, hogy hát nem picit voltál te nőcsábász. Ez nem igaz, nem igaz. Hát hol voltam én, mit tudom én, egy Bródi Jánostól? Hát hol voltam? Mihez méred magad? Én túlságosan komoly voltam. Azt hiszem, hogyha egy lányjal megismerkedtem, és a 10. perc után elkezdtem Debussyről beszélni, hát annak az nem nagyon tetszett. De benned is eldöntötte a dolgot, hogy nem fogadja Debussyt jó szívvel, tehát akkor nem ő lesz életed párja? Ez fontos volt neked, hogy értse a te dolgaidat? Hát hogyne, hát persze, hát anélkül ez nem megy. De azt gondolom, hogy régebben talán nem voltak az emberek ennyire felszínesek, szóval könnyebb volt olyan lányt találni, aki ezeket a szövegeimet egyáltalán meghallgatta. Mondd, Krisztián, hogyha tényleg akkora tehetség,
és mondjuk Kocsis Zoltáni tehetség, akkor lehet akkor a sztár Magyarországon, mint amikor a sztár te lettél 20-21 éves korodra? Megváltozott a világ. Szóval az tény, hogy amennyivel könnyebb ma indulni, annyival nehezebb is. Könnyebb ma indulni? Hát talán könnyebb, mert könnyebben eljut az információ bizonyos befolyásos emberekhez, vagy bizonyos befolyásos körökhöz. Hát ott van a YouTube, ott van az internet, az információ áramlásnak egy olyan hihetetlen felgyorsulása tapasztalható napjainkban, ami hát akkor nem volt, amikor mi indultunk. Hát gondold el, hogy se mobiltelefon, se internet, se fax, se semmi. Telefonál, ha nekem Párizsba kellett telefonálni otthonról, akkor az olyan 30-40 tárcsázás volt. Ha csak nem a központon áthívtad, mert akkor fél napig ülhettél. Hát, vagy egyáltalán nem kapcsoltak. De az tény, hogy akkor egy ország mondjuk olyan 5-6 millió ember nézett egy versenyt a televízióban, az ma elképzelhetetlen. Legyen az karmester verseny, legyen az hangszeres verseny, hát hiszen olyanok is voltak, hogy te Beethoven versenyt nyertél. Én egy országos Beethoven versenyt nyertem. Egy ország tudott róla. De hát Kobayashi megnyerte a versenyt, két napon belül mindenki ismerte a nevét. Hát a legnagyobb sztár volt. Hát hogyne. Ez már elképzelhetetlen. Baj ez, hogy ez így van? Nem vagy egészen. Vagy ez így a helyére kerül lassan? Nem egészen. Azért, ha valaki nagyon jó és a világ figyelmére érdemes, arra előbb-utóbb figyel. A világon vagy itt? Itt is és a világon is. És hol könnyebb? Ha már kijutsz, könnyebb ott, vagy könnyebb itt? Azt nem mondtam. Azt jegyzem meg csak szerényen, hogy nagyon sok olyan terület van, amely elszipkázhatja a nagy zenei tehetségeket is. És az sem biztos, hogy talán komoly vagy klasszikus zenésznek lenni a legjobb üzlet manapság. Az sem igazán biztos, és ezen el lehet gondolkozni, sokat gondolkozom is rajta, hogy nem pihene a természet, vagy nem járt-e le egyáltalán a klasszikus zene ideje. Mert 300 éve ugyanazokon a zenéken rágódunk. Ezt nagyon gyakran elmondom, de ez így is van. Tehát az, hogy a közönség eltávolodott a saját korának az úgynevezett komoly zenéjétől, az hold biztos. Hát ezért is olyan nagyon népszerű a rock. Hát a Beatles valami olyan... tartjuk a mai komoly zenét. A Beatles meg a Rolling Stones valami olyasmivel tudott előállni annak idején, ami természetszerűleg szipkázta el a potenciális klasszikus zenehallgatókat, a klasszikus zene hallgatásától. Sőt, én azt gondolom, hogy még a klasszikus zene művelőinek egy részét is. Azt gondolom, hogy igen, nem szólva arról, hogy egészen más világban élünk. Sokkal szélesebbek a lehetőségek, ergo sokkal kevesebb az az ember, aki... hát ha nem is profi, de amatőr módon műveli a klasszikus zenét, hazamegy, esetleg a saját örömére egy kicsit játszogat a zongorá, vagy hétvégén összeül vonós négyesezni, vagy négykezesezni a partnereivel, nem nagyon vannak már ilyenek. És ezt a közönségen is látom. A közönség is megváltozott. Tehát a műpát ma nem olyan zsánerű emberek töltik meg, mint mondjuk a Zeneakadémiát 40 évvel ezelőtt. Hanem mit tudom én? Amikor a Zeneakadémia közönségén végignéztem, akkor pontosan tudtam, hogy Pernye András ott ül, Lakatos Éva ott ül, előtte egy székkel Kovács János, a zeneakadémisták fönn vannak a második emeleten, általában roskadásig tele volt az a páholy, hogy nagy néha ünnepnapokon Fischer Anni megtisztel a jelenlétével, és ott ül az igazgatói páholyba, stb. Ma ez már nincs. De most a szakmabelieket soroltad, a szakmabeliek igen, a szakmabelieket és a ő hozzájuk kötődő baráti... De az ő érdeklődésük is elveszett? Vagy a szakmabeliek vesztek el gyakorlatilag a termekből? Hát egymás koncertjeire azt lehet mondani, hogy sokkal gyakrabban jártunk annak idején. Nem nosztalgiázom, nem kívánom vissza azt a világot, amikor 6 hónapot kellett várni autógumira, meg útlevélre, éveket, Trabant, kiutalás, meg nem tudom. Nem vágyom vissza abba a világba. Be voltunk zárva, több időnk volt mindenre, a koncertekre is, meg a zenehallgatásra is, meg egymásra is. Így van, és jobban is értettünk hozzá. Viszont nagyon sokan emlékeznek, és nem csak a régmúltból, a közelmúltból is mindarra, amit te csináltál. Erre most tudunk hozni példát is az utcáról ráadásul. Hozzunk.
remek zongorista volt, és nagyon régen nem hallottam róla. Láttam vele koncerteket valóban. Jó mesterekhez járt, jó mesterek tanították, ismertem személyesen. Csodálatos művész. Egy kiváló tehetséges művész. Nagyon tehetségesnek tartom, és azt sajnálom, hogy az utóbbi időkben nem láttam többet. Koncertre ritkán járok, a munkásságát azt ismerem egész kora fiatalságától, van egy pár CD-m tőle. Kossuth Díjas természetesen, tanár, tanít a Zeneakadémián. Tényleg világhírű volt annak idején, mint ifjú zseni, mindenütt ismerték őt. Csinos fiú, mit mondjak még? Hát ez egy korosztály azért. Igen, és ezt akartam mondani, egy korosztály és hölgyek. És valahogy ez ilyen egészen... Hát lássuk a fiúkat. Hát, ugye? Lássuk a fiúkat. A hölgyek megálltak a választ megadni, egyrészt, másrészt pedig ez egy korosztály. És én azt hiszem, hogy ez is jellemzi egy kicsikét a komoly zene problémáját, hogy a fiatalokat borzasztó nehéz vele megszólítani. Bizony. És ez talán azért is van, mert a kortárs komoly zenével nehéz megszólítani. Tehát a saját korosztályuk zenéje az nem a komoly zene, mert nem szólítja meg őket, ami ma készül. Ebből hol lehet a kiút? Ez egy nagy igazság, és nem tudok rá mit mondani. Az, hogy nem tudok rá mit mondani. Befejeztél Schönberg operát. A kiút az talán, hogy tényleg jönnek világrengető egyéniségek, akik mit tudom én, nem vagyok jós, milyen műfajokban, milyen hangvétellel, esetleg abszolút nem az európai zene kánonjához és értékrendjéhez igazodva, valami olyan újjal állnak elő, ami valóban megszólítja azokat az embereket. Hát úgy legyen, csak hát ti, akik ezt a műfajt művelitek, te, aki érted a kortárs zenét, hát azért tényleg sokat foglalkoztál, most a Schönberg operát idehoztam, a harmadik felvonást, ugye te fejezted be. Igen. Gyakorlatilag. Tehát hozzá mertél és tudtál nyúlni valami alapanyaghoz, amire azt mondják, hogy ilyet nem is szabad csinálni. Igen, talán. Igen, ezt sokan mondták, de érdekes egyébként, ha már fölvetetted, hogy én valóban megcsináltam ugyanabból az anyagból, mert hiszen ugyanazokat a vezérmotívumokat, illetőleg ugyanazt a rejjét, hangsort használtam, mint Schönberg, természetesen a sajátjaimmal kiegészítve, és tökéletesen más zene lett belőle. Szóval én ebbe hiszek. Én abban hiszek, hogy például most azonos nyelven beszélünk, magyarul, és mégis te egy bizonyos karakter vagy, és én egy tökéletesen más karakter vagyok, és mégis megértjük egymást. Én ebbe bízok. Van neked pályatársad, nem is egy, akivel gyakorlatilag együtt kezdtetek. Hát igen. És egyként kezelt akkoriban benneteket a közvélemény, még talán a szakmai közvélemény is, mint a mi zsenieink. Hát következik egy közülük, jó? Na. Különleges gyerek volt egyébként, valamilyen módon mindig felhívta magára a figyelmet az iskolában, de az biztos, hogy már akkor is a zene volt a legfontosabb a számára. Rivalizálás persze, hogy mindig van bizonyos mértékig, de a mi esetünkben ez úgy érzem, hogy ösztönzőleg hatott. A lényeges műveket az egész zeneirodalomból a magáénak tudhatja. Nincs olyan, hogy valaki akár véletlenül, akár azért, mert nem tanulta meg rendesen, valami más játszik, hogy ő azt ne hallaná meg. Hát ez már egy óriási dolog, mert kevés az ilyen karmester. Kocsis Zoltántól valóban rengeteget lehet tanulni, mert ő egy olyan ember, aki egy olyan zongoraművész és olyan karmester, aki a világ élvonalába tartozik. Nagyon örülök neki, hogy ő a mentorom és konzulensem a doktoriskolában, mert rengeteg olyan tanácsal szolgált, ami gyakorlatilag szinte azonnal helyre tette a darabot. Be kell azért valljam, hogy az első találkozás, hát akkor úgy mentem oda, hogy azért valóban egy kicsit remegett a kezem, lábam, aztán rájöttem, hogy egy végtelenül kedves és segítőkész ember, mindenféleképpen egy egyéniség, és hogyha hallunk egy felvételt mondjuk az ő előadásában, amikor zongorázik, akkor biztos vagyok benne, hogy föl lehet ismerni, és ez csak a legnagyobb előadó sajátja. Ez
izgalmas, mert igen, itt két korosztály szólalt meg, igen. Két nagyon fontos, nagyon különböző dolgot mondtak. Az egyik ugye Ránki Dezsői az volt, hogy meghallasz mindent karmesterként, a másik pedig a fiatal zongoraművész meg azt mondja, hogy hát ezer közül fel lehet ismerni minden mozdulatodat a zongorán. Tehát, hogy ez két nagyon különböző képesség. Nagyon jellemző egyébként, hogy valamikor Bruno Mont-Saint-Jean, azt hiszem 75-ben vagy 76-ban készítette egy kettős portréfilmet Ránki Dezsőről is rólam. Ő az a híres francia rendező, aki a Glenn Gould portréfilmeket csinálta. Na most az a film úgy kezdődik, hogy én lejátszom egy kétkezes C-dur skálát, Dedi pedig, Ránki Dezső, pedig lejátszik egy tercmenetet négy oktávon keresztül, úgyhogy C-től indul és C-n végez. Na most ez nagyon is jellemző arra, amit ő mondott, tehát arra, hogy rivalizálás volt. De mi érdekes módon ezt nem éreztük rivalizálásnak, sőt, bejártunk egymás óráira, nem átallottunk más tanárok óráira is bemenni. Én például rengetegszer voltam Máté Klári néninél, noha Kadosapálnál tanultam, bejártam Becher Misi óráira, bejártam Zempléni Kornélhoz, szóval nem volt ez a rituális szertartás jellege, mint ma. De ma mitől az? Hát végül is most ezt ti irányítjátok, most ti vagytok a mesterek. Hát ma tulajdonképpen a mára az jellemző, hogy ugye minnyáján abban reménykedtünk, hogy ugye kimentek az oroszok, és akkor végre eltűnnek a politikai tárgyak, és több idő lesz zenére. Dehogy is. Behoztak mindenféle más olyan melléktárgyat, amelynek lehet, hogy valami köze van a zenéhez, de nem olyan nagyon fontos. Én például sokkal nagyobb súlyt fektetnék a népzeneoktatásra, profi szinten tanítanám az előadó művész történetet diszkográfiai szempontból, tehát ami lemezen fönnmaradt. Általában a nagy szerzőknek a főművei saját előadásban fönnmaradtak. Ezeket minden zenésznek meg kellene ismerni, aki előadó művésznek vallja magát. Amit pedig Farkas Gabi mondott, hát az számomra is meglepetés, hogy ő remegő lábakkal, hát abszolút magabiztosnak tűnt, és azóta is annak tűnt. Jól játszott. Hát azért hozzád bemenni az első órára egy fiatal muzsikusnak, azt gondolom szívszorító. Jellemző egyébként a mai helyzetre, hogy én tegnap három zongoraórát adtam. Én három fiatal zongoraművésszel foglalkoztam tegnap. De, olyan szinten, mint hogyha tanítani. De szomorú vagy büszkeség? Tehát most mondod, hogy jellemző furcsa, a mai helyzetre. Miért? Furcsa. Furcsa, mert nem tanítok a főiskolán. És mégiscsak jönnek. De hát ez akkor büszkeség. Az is. Ez jó érzés kell, hogy legyen. Az is tény, de furcsa is, mert ez valamit jelez. Mert, hogy mondjam csak... Valami hiányzik a főiskolán, amit nem tudnak ott megadni? Hát én azt gondolom, hogy ez a főiskola már rég nem az a főiskola, ahonnan mi Ránki Dezsővel elindultunk. Meg hát nyugodt lélekkel Szenthelyi Miklós, Berkes Kálmán, és még egy pár nevet meg tudnék említeni, mert hát tényleg egy olyan közösséget alkottunk, ami alkotó módon viszonyult aztán a zenéhez. És nem szól, az egész zenei élet nem még szólva az? A tanárokról. Hát az, hogy egy Kurták Györgyöt tanított, vagy egy Rados Ferenc, vagy hát akár a zongoratansz, a Kadosa, Hernádi, Solymos, Véner, Zempléni Kornél, Szegedi Ernő, hát azért ezek nagy nevek voltak ám. Igen, csak ugye mi abban a tudatban élünk, tehát mind a mai napig, hogy Magyarország zenei nagyhatalom, és még mindig rátok mutogatunk, miközben 40 éve ti elképezitek a zenei És hát amikor futball nagyhatalomról beszélünk, akkor meg Puskásékra akkor beszélünk. Puskásékra, rosszabb esetben Albert Flóriékra, mert szóval meg kell adni a császárnak, ami a császáré. Szóval az is egy nagy csapat volt. Akik a brazilokat akkor 3-1-re élőben láttam a meccset egyébként. Na akkor Zomboriékről, Nyilasékről is beszéltünk, ők is megverték a brazilokat. Csak igen, nem, csak ugye ott a mexikói eredmények miatt nem vettük annyira komolyan. Igaz, csak a legenda, és hát a Puskáséknak is meg kellett volna nyerni. Térjünk csak vissza a zenére, meg erre a nagyhatalom mi voltunkra. Tehát itt vannak ilyen büszkeségeink, amiket mi magunkról bátran hirdettünk, és az egész világ csak mosolyog rajta. Igen. Én mindig azt mondtam, és ezt tulajdonképpen nagyon gyakran hangoztattam is, mielőtt megalapítottuk a fesztiválzenekart, hogy Magyarország zenei élete mindig néhány kiválóságra épült. Liszt Ferenccel kezdődik a sor. Mondhatnám a Liszt Ferenc előtti zeneszerzőket, de hát azt hiszem, hogy a tévénézőknek ez nem sokat mondana. Drusecki György neve mondjuk.
De Liszttől kezdve valóban prominens zenei jelenségek határozták meg Magyarország zenei életét. Erkel, aztán jöttek ugye Bartók, Kodály, Dohnányi, és aztán később a többi prominens zenész, és közben igazán szervezett kollektív munka, tehát zenekari élet nem volt. Szerencsére felerősödött a kórusmozgalom, különösen a háború után, az rengeteg munkás kórus volt Magyarországon. Hát ugye ez a szovjet klisé alapján létrejött rendszer. Igen, de honosítva, és óriási haszna volt, mert rengeteg embert fordított a zene felé. A repülőpáva köröknek is volt hasznuk, így utólag? Szerintem föltétlenül. Ugye az a népzenét próbálta valamilyen módon igen, az emberekhez. Mindenképpen van, szóval, hogy mondjam, aki érdeklődik iránta, az előbb-utóbb eljut ezekhez a körökhöz. Most, hogy ugye az iskolai énekzene oktatás kötelező jellege nincs, hogy tulajdonképpen a zeneoktatás is ilyen belterjedtsé vált, el tudom képzelni, hogy nagyon sokan azt mondják, szülők, hogy igen, tehetséges az gyerek, van hallása, de legyen inkább informatikus. Adtál tavaly egy interjút a Süddeutsche Zeitungnak. Na, igen, abból óriási botrány lett. Nem bántad meg, hogy adtad az interjút, hogy beszéltél azokról a dolgokról, amikre most vissza is térhetünk, és, hát, miután, és ami lett utána belőle? Hát miután Magyarországot dehonesztálják, hát azért valaki kell, aki helyére teszi a dolgokat. Hát azért elég szörnyű dolgokat de mondtak Magyarországról. Sőt, én ketté is választanám a bírálatokat. Tehát a kormány bírálni lehet, hát én is sok minden rosszat el tudnék róluk mondani, meg minden kormányról. Egy évvel ezelőtt még mondtam. Optimistább voltál, csalódtál? Nem voltam én optimista egyáltalán, én csak azt mondtam, hogy ha már egyszer kétharmaddal megválasztottunk egy pártot, vagy egy koalíciót, akkor tessék valamelyes állampolgári fegyelemmel valamennyi lehetőséget adni nekik, hogy egyáltalán valamit tudjanak csinálni. Én csak ezt mondtam. Én egyetlen szó erejéig nem dicsértem a kormányt, azt mondom, hogy nem ördögökből áll. Az se lenne baj, ha dicsérted volna, mert az vállalható. Itt, amiből a balhé kitört, ugye az a megszámolt zsidók és cigányok létszáma volt a zenekarodban, amire ugye azt lehet mondani, hogy demokrata nem mond ilyeneket. Meg a Barbara Dole félreértése is. Tehát az, hogy én azt mondtam neki, hogy welfare country, és ő ezt úgy fordította, hogy Magyarország szociális állammá vált. Dehogy is, Magyarország egy munkanélküli segély kifizető állammá vált. Én ezt akartam mondani. Hát a welfare az munkanélküli segély. Én ezt mondtam neki. Nem az, hogy szociális állammá vált. Az, hogy... Korábban te nem szoktál beleavatkozni politikai ügyekbe. Itt dehogy most egy évvel nem. Ezelőtt, hát egy évvel, hát azért ilyen módon. Hát azért aláírtam a Charta 77-et, meg egyáltalán én nagyon sok mindent bíráltam. Hát azért a romániai falu rombolástól kezdve én sok hát mindenért igen, fölött... nézd meg, azért az nem most volt, az majd negyed százada. Volt véleményed a Gyurcsány kormányról, annak is a kulturális intézkedéseiről, de nem volt igazán erőteljes és nagy hatású zászlóbontás. És itt nagyon sokan úgy érezték, hogy amúgy zászlót bontottál az Orbán kormány mellett, ami mondom még egyszer, nem lenne baj. Egyébként nem is igényelték. Csak utána azt mondtad, hogy nem. Soha nem igényelték ezt. Soha nem. Meg lehet kérdezni Orbán Viktort, vagy akárkit a kormányból, soha nem igényelték, soha semmiféle rendezvényükre nem mentem el, mint más zenészek egyébként, már nem akarok rosszat mondani senkire, de soha én demonstratíve ki nem álltam a kormány mellett. Az, hogy ki kicsoda, én azt gondolom, hogy Magyarországon rengeteg a kibeszéletlen kérdés, és rengeteg tabu téma maradt még. Iszonyú sok tabu téma maradt. Nem lehetne ezeket a tabukat végre ledönteni, mert enélkül valódi párbeszéd soha nem lesz. Szóval mindenki csak halászik a zavarosba, szurkálja a ködöt, Latinovicstól vettem az idézetet, de igazán őszintén, egyenesen bizonyos problémákról egyszerűen nem beszélnek. Tényleg azt gondolom, hogy érdemes volna közgazdászok, szociológusok, szociográfusok helyett
meghallgatni egyrészt az utcaemberét, másrészt pedig azokat az értelmiségieket, akik nem nagyon gyakran szólalnak meg ebben az ügyben, viszont ismerik a helyzetet. Hát mi kérdezzük, vagy igyekszünk kérdezni őket. Mondtál egy olyat is, hogy először is magyar zenész vagyok, és csak azután magyar polgár. Zenész vagyok elsősorban, igen. Én a globalizációban hiszek egyébként. Én abban hiszek, hogy eltelik néhány száz év, és ha az emberiség olyan okos, hogy nem pusztítja elő magát, reménykedjünk ebben, akkor talán megvalósul a globalizáció természetes úton. De előbb a nemzetállamoknak ki kell futni magukat. Rengeteg minden rejlik még a nemzetállamokban. Nem beszélve, hogy a kibeszéletlenség is ennek a feltétele, azt gondolom. Hát én azt gondolom, másképp nem fog menni. Azt gondolom, hogy a cigány kérdést mindenképpen ki kellene beszélni. De nem olyan szinten, ahogy az a politikai életben bizonyos politikai erővonalaknak megfelelően zajlik. Hanem úgy, ahogy például én megismertem annak idején Hodász, Kántor Jánosi, Nyírkáta, stb. Életét. Első apósom állatorvos, és elég gyakran jártam be. Például amikor volt az a sertéspest is, ami Romániából áramlott át, akkor rengeteget jártam vele mindenféle helyekre. Csirkevész is volt, csirkét oltottunk. Szóval meglehetősen jól ismerem a helyzetet. És én nem úgy látom, ahogy ezt a politikusok látják, de hát ez egy másik beszélgetésnek a tárgya kell, hogy legyen, vagy egy ilyen nagy közös beszélgetésnek, amelyben mindenki kifejti az álláspontját, mert lehetetlenség, hogy ezek az álláspontok kizárólag a politikai erővonalak mentén a polkorrektség jegyében alakuljanak ki. Hát akkor ezt a beszélgetést lefolytatjuk egyszer. Most húzol egyet a megmaradt öt közül? Hát mondjuk legyen a hármas. Lássuk. Duetté bővült egy hegedű szóló Szlovákiában, mert közbeszólt egy mobiltelefon, a hegedű művész pedig beleszőtte előadásába a csengő hangot. A koncertet eperjesen tartották egy ortodox zsinagógában, a hegedűn Lukasz Kmit játszott, telefonon pedig egy ismeretlen. A készülék nagyjából jókor szólalt meg zenei szempontból, mivel épp egy téma végén csendült fel a Nokia legismertebb csengő hangja. Kmit kitekintett a közönségre, egy pillanatig tétovázott, majd amikor a telefon még mindig csengett, rázendített a mobil témájára, kikerekítve némi rögtönzéssel. A közönségnek tetszett az előadás terven túli része is. A fellépésről videó készült, amelynek telefonduós részletét 10 nap alatt több mint 1 millióan nézték meg. Óriási. Hát így lehet. Hát ezzel például sokkal közelebb lehet hozni a hegedűt, hát, mint hangszert és mint művészetet, mint sok ide mással. És a zenét is, hát hiszen ezt tényleg naponta hallják az emberek. Egyébként én egy művembe beleszőttem a pályaudvarokon hallható azt a D-dur motívumot. A szerepelt nekem egyik művemben. Jártál te egyébként már hasonló módon? Szól a telefon a koncertteremben, és éppen szünet van, és hoppá. Hát rengetegszer. Hát, és lereagálod? Hát rengetegszer. Vagy úgy próbálsz tenni, hát mintha nem lenne. Dirigálja az ember a Parsifal nyitányt, aminek a legnagyobb része ugye pianissimo, és három egyszerre, de szóval, mintha ördögök szava tudtak volna. És hogy bírjátok ki, hogy ne reagáljátok le? Hát én fegyelmezett vagyok, sokkal nagyobb bajt okozott például egy délutáni harangozás, amit egy milliómos rendelt meg, mint utóbb kiderült az esküvőjére. Esküszöm, 15 percen keresztül harangoztak. Éppen befejeztem Csajkovszki második szimfóniának második tételét, és kezdtem volna el a harmadik tételt, és akkor bejött ez a harangozás, és Miskolcon volt az Opera Fesztiválon. És hát akkor vártam, hát, hogy egy perc múlva vége lesz. De hát amikor 5 perc múlva se volt vége, akkor ott álltam, és hát intettem a szervezőnek a szemem, hogy csináljanak már valamit. És átmentek a templomba, és kiderült, hogy nem lehet leállítani a harangozás, mert automata, és hogy az a bizonyos... És különben is be van fizetve. És be van fizetve, igen. Mi van az operáiddal? Írtál rengeteg operát, Hajdan, sőt, szimfóniát is írtál. Nem, rengeteg operát nem írtam. Azt mondod, hanem, hogy fiók tele van. Nem. Pilinszky János 3 szövegkönyvére írtam 3 énekesek nélküli operát, de ezek kísérleti művek. Általában rengeteg kísérleti művet írtam, mert az új zenei stúdió tagja lévén, hát ez egyenesen kötelezettség volt. És a szimfóniák?
Beethoven után szabadon. Igen. Ezt honnan tudod? Hát mert egyszer elmesélted. Jó régen. Megvannak? És emlékszel. Megvannak? Hát irigylem a memóriádat azért. Megvannak természetesen. Az első Asz-dur volt, a második F-dur, a harmadik B-dur. Sose játszod el? Hát nem nagyon emlékszem már rájuk, meg kéne nézni. De hát ezek abszolút Mozart-Beethoven stílusban írott darabok voltak. Hát én Mozarttal az azonosulásig közös, hogy mondjam, csak hullámhosszon éreztem magam mindig is, egész gyerekkoromtól kezdve. Azért egyszer csak meghallgathatjuk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, jó volt téged hallani, így is hangszer nélkül is. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Várunk máskor is. Köszönöm. Egy hét múlva Tarlós István Budapest főpolgármesterét és Gundel Takács Gábort, népszerű műsorvezető televíziós kollégánkat várjuk ide a Húzó stúdiójába. Remélem számítatok akkor is a figyelmükre. Szula Miklós gitározik, én pedig jó éjszakát kívánok. Viszontlátásra.